Böde Dániel, Szabó János, Fiola Attila vagy éppen Haraszti Zsolt is ilyen vagy ehhez hasonló futballtornákon pallírozódott ifjúkorában. Az említettek már egytől egyig bemutatkoztak a Paksi FC-ben, az NB1-ben, de többen közülük a magyar felnőtt válogatott mezét is magukra ölthették már. Az immár hagyományos Farson Kupa U9-es teremlabdarúgó tornára 2017-ben a Dunaföldvár, a Rácsalmás, a Szentlőrinc, a Baja fogadta el a meghívást, és természetesen a két paksi klub, az Atomerőmű Ese és a Paksi Ese képviseltette magát. A nyitó meccset az Atomváros együttesei játszották. Nyáron vettem át ezt a csapatot, az U9-es csapatot, 8 játékossal kezdtem, jelenleg most 20-an vagyunk, tehát elég bő most a keretünk. Hát ugye ezek a téli tornák arról szólnak, a felkészülés, a gyerekeket megversenyeztetni. Rendeztünk már 2 tornát U8-ba, U9-be Madocsán, illetve most van hétvégén, illetve jövő héten megyünk majd Kalocsára. Hát ügyeskednek a gyerekek, ugye szépen fejlődnek. Folyamatosan arra törekszek, hogy megpróbáljam velük azt megértetni, hogy passz a lényeg, nem egyedül, ugye ebben a korosztályban ez még sokszor probléma, hogy mindenki egyedül akarja megnyerni a mérkőzést. Természetesen az összjátéknak a lényege, az átvételek, passzok és a bátor lövések. Erre próbálom ösztönözni őket. Az első összecsapáson végül igazságos döntetlen született, az ASE akcióból szerzett vezetést, a PSE büntetőből egyenlített. A többi összecsapáson is nagy küzdelem alakult ki, de a szép lövések, gólok, védések és szerelések a folytatásban sem hiányoztak. A tornát végül a Baja egylete nyerte, a Rácsalmás és a Szentlőrinc előtt. Az ASE a negyedik, a PSE az ötödik, míg a Dunaföldvár a hatodik helyen végzett. Az egyéni díjak mellett a szakvezetők megválasztották a torna válogatottját is, melybe Paksol, Steiner Zalán és Kródi János is bekerült.